A Marton Genetics bemutatja hibrid kukorica vetőmag szaporítás. A Marton Genetics célja, hogy olyan minőségű vetőmagot állítson elő, amely a termelők igényeit maximálisan kielégíti. Nézzük hát, hogyan történik a vetőmag szaporítás a legkiválóbb végeredményt szem előtt tartva a Marton Genetics termelőüzemeiben. A sikeres vetőmag előállítás alapja a megfelelő minőségű alapanyag, melyet magyar termelőkkel termeltetünk meg, és a saját vetőmagüzemünkben készítünk elő. A piros színű anya és zöld színű apa vetőmagokat tartalmazó zsákokban a szabványoknak megfelelő minőségű magvak várnak a vetésre. A vetőmag előállítás hatékonyságának növelése érdekében több technológiai módosítást is bevezettünk. Vetéskor a hagyományosnak számító 4-2-es sorarány mellett már alkalmazzuk a szűkített 4-2-es és a nullapás technológiát is. A másik kulcs tényező a harmonikus tápanyagellátás. A nitrogén-foszfor-kálium megfelelő aránya mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mikroelem trágyázásra, melyet speciális alaptrágyával, illetve lombtrágyaként kap a növény. Tápanyag utánpótláskor a sorközök művelése elengedhetetlen, emellett kultivátorok használatával mechanikai gyomírtást végzünk. Az öntözések esők után levegőztetjük a talajt, a kapillárisok átvágásával pedig lassítjuk a földnedvesség tartalmának csökkenését. Öntözés nélkül nincs minőségi vetőmag, ezért mindenütt dobos és esőztető rendszereket alkalmazunk. A termeltetés során az egyik legnagyobb hangsúlyt az idegenelés és címerezés kapja. Ezekkel biztosítjuk az előállítandó fajta vetőmagjának genetikai tisztaságát. Itt nem lehet hibázni. A hatékonyság érdekében a kézi mellett gépi címerezést is alkalmazunk. Vetőmagtermesztésünk minősége partnereink számára is kulcsfontosságú, ezért mind a hazai, mind a külföldi üzletfeleink rendszeresen látogatják a Marton Genetics vetőmag előállító állományait, és elégedetten veszik szemügyre az egészséges, ideálisan fejlődő növényeket. A kiválóan termékenyült, nagy mennyiségűnek és minőségűnek ígérkező vetőmag még sok munkát igényel. Ennek első lépcsője a megfelelő időben és minőségben végzett betakarítás. A betakarítást 30-35% nedvességtartalomnál igyekszünk elvégezni. Ekkor a szem még nem pereg, de a csíra biológiai érettsége már megfelelő. A betakarítást csövesen végezzük. Egyfelől a csőszelekció érdekében, mely a genetikai tisztaságot biztosítja, másfelől a magok kímélése miatt. Ezután a csövek szárítókamrákba kerülnek, melyben 38 fokos levegővel fújatva segítjük elő a száradást. A szárítást követően morzsoljuk le a magot, melyet ebben az állapotban tárolunk. A morzsolt magból vett mintát laboratóriumi vizsgálatoknak vetjük alá, és meghatározzuk a leendő vetőmag feldolgozásának paramétereit. A feldolgozás során rés és körrostákkal különböző méretre választjuk szét a vetőmagot. E méretek fontos szerepet játszanak a vetésben, a cél, hogy közel egyforma méretű vetőmagok kerüljenek a zsákokba. A vetőmagok méretének egységesítése érdekében gravitációs asztalt, másnéven fajsúly szeparátort, valamint légfrakciót használunk. A feldolgozási folyamat végén a vetőmagot gombaölőszerrel, kérés esetén rovarölőszerrel is csávázzuk, majd 4 rétegű papírzsákba töltjük. A Marton Genetics minden egyes vetőmag zsákjába 70 ezer darab gondosan válogatott, kiváló minőségű vetőmag kerül. Az egyes vetőmagüzemi műveleteket mindig követi laborellenőrzés a hibátlan minőség érdekében. A kézzsákba csomagolt vetőmagnak saját posztkontroll vizsgálaton is keresztül kell mennie. A Marton Genetics minőségi előírásai a magyar, az EU és az OECD szabványnál is szigorúbbak. A GMO-mentesség pedig mindennél fontosabb. A vetőmag előállításokhoz kizárólag olyan alapanyagot biztosítunk, melynek GMO-mentességét akkreditált laboratóriumi vizsgálat igazolja. Vetőmagjaink minőségét a NEBIC vetőmag minősítő bizonyítványa tanúsítja. A Marton Genetics ezzel a gondos, összetett munkával biztosítja, hogy a termelőkhöz mindig kiváló minőségű vetőmag kerüljön, mely stabil, megbízható alapjául szolgál a sikeres kukorica termesztésnek.